A megyei kézilabda szövetség 2015-ben rendezte meg először a Junior kupát, azzal a céllal, hogy a keleti országrész utánpótlás csapatai nemzetközi mérkőzéseken más kézilabda kultúrákból érkezett együttesekkel szemben is lemérhessék tudásukat. Egy év ugyan kimaradt, de ezen a hétvégén kisebb jubileumhoz érkezett a torna, 5. alkalommal találkoznak a hazai és ukrajnai, szlovákiai, valamint romániai magyar lakta települések kézilabda csapatai. A lányok a 16 és 19, a fiúk pedig a 17 és 20 éves korosztályban mérik össze tudásukat. Valamennyi korosztályban van határon túli és megyebeli csapat is. Szerettünk volna kihasználni azt a kitűnő földrajzi fekvését a megyénknek, hogy 3 olyan szomszédos ország is körbeveszi, ahol kézilabda szerető nemzet van. Másrészt pedig a fair play szelleme az mindenféleképpen a Magyar Kézilabda Szövetség alapvető irányelvei közé tartozik. Szeretnénk olyan felejthetetlen emlékeket okozni a sportákban résztvevőknek, akik ezen a tornán itt lesznek, amelyekkel egyrészt a sportszerűségét is, vagy a népszerűségét is tudjuk a sportágnak növelni, másrészt pedig hozzá tudjuk ez a sportághoz kötni ezeket a fiatalokat. A tornának a játékosokkal, edzőkkel és kísérőkkel együtt közel 500 résztvevője lesz. A megye 3 településének 5 csarnokában 3 nap alatt 57 mérkőzést játszanak. Az apparátus nagyon megterheli egyébként egy ilyen tornának a megszervezése, de hát ezt édes teherként kezeli egyébként a megyei kézilabda szövetség. Ünnepnapként szeretünk ezen részt venni, hiszen 3 napos ünnepről van szó. Egy állófogadással várjuk egyébként a határon túlról érkező sportolókat és az őket kísérőket, és ez a tornának a megszervezésében azért el kell mondanom, hogy azért alkalmazkodnunk kell a kisvárdai NB1-es csapathoz. A helyszínek, ahol egyébként részt vesznek a csapatok a mérkőzéseken, az Nyíregyházán lesz, Gyulaházán és Kisvárdán. A torna első meccse pénteken 15 órakor kezdődik a kisvárdai Szent László gimnázium sportcsarnokában. A helyosztókat és a döntőket vasárnap rendezik a kisvárdai Szent László gimnáziumban és a kisvárdai városi sportcsarnokban.